Ezek a csodaszép és különleges alkotások a 2014-ben Szabadkán megalakult Elányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület szakosztályaként működő Gránátalma hímző szakkör tagjainak munkái. Ezek az asszonyok elsősorban bácskai fehér hímzéssel, úri hímzéssel és fonott csipkével készítenek a 21. század öltözködési és lakáskultúrájába beilleszthető darabokat. Ami különlegessé egyedivé teszi tevékenységüket, az, hogy a szabadkai templomoknak oltárterítőket és más textiliákat készítenek. 2014-ben kezdték el készíteni ezeket az alkotásokat, amit itt látunk, és hát tulajdonképpen döbbenetes, hogy ez alatt a 6 év alatt olyan minőséget tettek le az asztalra, és olyan minőségben tudnak bemutatkozni, hogy sorra viszik el a hazai díjakat is különböző kézműves kiállításokon, pályázatokon, zsűriztetik a termékeiket, tehát olyan célokat tűztek ki maguk elé, amelyek bizony komoly teljesítményt mutatnak, tehát aki megnézi ezt a kiállítást, valóban egy olyan igényes, nagyon különleges minőségű textilekkel találkozik, vagy tárgyakkal találkozhat itt a kiállításon, ami igazán tiszteletre és csodálatra méltó. A különleges hímzés típusok különleges értékkel rendelkeznek. A vajdasági lyukhímzéses tárgyakból látható itt mai viselet is, amelyeket akár egy farmerhez is felhúzhatunk. Mondjuk itt a kötényekre nézek éppen, hogy a vajdasági asszonyok, amikor ünnepeken együtt vannak és főznek, akkor ezeket a kötényeket viselik, vagy éppen a lakásukban ezeket a tárgyakat ünnepi alkalmakkor felteszik, így terítik meg az asztalt. Tehát ezek között számos tipikus bácskai lyukhímzéses alkotást láthatunk, de kikacsingatnak más kárpát-medencei területek felé, és megismerik azokat a technikákat, amelyek eltérnek a vajdaságitól, a legkülönbözőbb hímzés technikákat látjuk. Nagyon különleges a csipkekészítésben felmutatott munkásságok is, hiszen nagyon sokféle csipketechnika létezik egyébként is. Itt a kiállításon is van egy olyan technikával készült munkadarab, amely fonott csipkeként ismert. De csak ismert volt. Ez alatt azt értem, hogy Budapesten a Néprajzi Múzeumban néhány ilyen fonott csipketechnikával készült tárgyat őriznek, de sehol ennek leírása nem található, már készíteni senki nem tudta ezt itt a Kárpát-medencében. És akkor Sebők Valéria, aki egyébként a művészeti vezetője is ennek a hímző szakkörnek, hát annyira, amikor megismerte ezt a technikát, annyira elbűvölte, hogy úgy érezte, hogy neki ezt valamiért meg kell tanulnia, és valahogy meg kell őrizni. Finoman és alaposan megmunkált alkotás az oltárterítő. Ritka, különleges angyalkák díszelegnek rajta. Itt a kiállításon a paraszti kultúra, a polgárosodó paraszti kultúra is megjelenik, vagy az úri hímzés és a templomi textilek készítésének technikája is. Ők Bácskában számos templomot díszítettek így fel, hogy ők hímzik az oltárterítőket. Tehát ez is egy különleges érték, amit itt látunk. És az oltárterítőn látható angyalkák szintén különleges értékek. Ezek a kis papír angyalkák, amit ott látunk, már szintén ilyen kihaló félben lévő technika volt. Már ez is egyébként Sebők Valérinek köszönhető, hogy visszatanította felgyűjt, hogy hogyan is kell készíteni ezeket a kis angyalkákat. Ez egy nagyon régi, hagyományos angyalkéka karácsony környékén készítették ezeket az angyalkákat, és ez a papír angyalka is ott van a vajdasági külhoni nemzeti értéktárban, tehát ez egy különleges nemzeti értékké vált. Gyakorlatilag mára ez egy újra megismert technika lett, és hát ezt az asszonyok rendhagy intenzíven készíti karácsony körül. Több száz ilyen angyalka díszíti a karácsonyfákat ebben az időben. A szabadkai Gránátalma hímzőszakkör munkái október végéig megtekinthető Pécsen, a Pannon Magyar Házban.